reggelt Vietnám, úgy csatorn rá, kiperjelentkezik a következő Farming Simulator 19 egy milyen euró kihívásos részsel, amiben folytatjuk a melóriát, a melóriát. Ugye azt kellene csinálnunk ebben a részben, hogy be kellene fejeznünk az aratási munkálatokat, amik gyakorlatilag meg is történtek, szóval nagyon örülünk neki. Össze kellene szántani területeket, szóval itt lesz még meló bőve. Figyeljetek, az MTZ-t instant kik is kellene hozni, hol az MTZ-ink? Az MTZ-ink az a boltnál van, ugye? Hú, gyerekek, nagy pörgésbe kell lennünk. Várj, hol van a bolt? Itt az MTZ, oké. Okay. Az MTZ-t le kéne hoznunk, és azt kellene csinálni, hogy ugye ki kellene állni kapásból. Tudjátok, hogy mit kellene csinálni? Én is tudom, csak nem tudom kimondani. Na, minek nevezzük azt? Műtrágyázni azt a területet, ugye? Hogy egyszer legyenek műtrágyázva, össze kellene szántani őket, és akkor kéne valami pénzt csinálni. Valami szóját, vagy valamit kellene vetni, ha már egyszer. Meg ugye le kellene kultiválni ezt a területet. Úristen, mennyi munkám van, te Jézus Isten! Egyébként bánom, hogy a visszaállítást, mondjuk a visszaállítást használnak, mindig az olyan furcsa lenne. Kár, hogy a visszaállítást azt akartam mondani, nem a telepünkre van, vagy azt nem lehet beállítani, hogy hova állítottas vissza a gépeket. De ugye a bolthoz állítja vissza alapba a gépeket. 36-a megyünk, mindez örültek. Gyerekek, itt a kerítés, mert többen írtátok egyébként, hogy ezt a kerítést csapjam ki, nem lehet, ugye sajnos ez a mapnak a része. Hát, igen, nem a legjobb helyre telepettem, de ezt a földet ugye nagyon máshova nem is lehetett volna felhasználni, azt azért gondoltam a keeper, hogy ez jó lesz. Ja, szójabor kellene ma mindenképpen, tojásaladás esetleg valószínű, hogy lesz. Várjatok? Annyit akartam, hogy az időt indítsam el, hogy tudjam, hány óra van, mert fogalma sincs a képernek. Egyébként kis benfentes információ, páran tudjátok, hogy az idő elindítás az nálam úgy van, hogy kiveszem meg, berakom az órába, de nem, mert van egy ilyen asztal, ilyen hőmérséklet figyelő, vagy milyen ilyen időjárás központ, vagy szarnak nevezik ilyen órám, azt azzal szokta itt a képer mérni a dolgokat, azt igazából úgy tudom, azt tudom csinálni, hogy kiveszem meg, berakom az elemet. Mi a gyerekek? Akkor megtörtént az aratás, úgy látom végeztek is a kombájnok, össze is akadtak, ahogy szokott történni. Ja, itt még egy kicsit azért ezt le kell várni, akkor ez még itt ne csinálja a szórást, hanem akkor a kombájnok, hol vagytok kombájnok? Mit csináltok itt már még? Jó. Egymás a farkas szemet néznek gyerekek, de nem mennének, hogy nem hagynák abba a melót. De figyeld, az abba hagyja. Jó, befejezte a munkát. Milyen, hol itt is történtek események? Vannak egy problémák, testvéreim, az úr. Jó, hát ezt már learatom. Egy-két ilyen ötaraszti csöpferéket nem. Annyi mindent tervezek egyébként. A szomszéd földet instant meg kéne venni, csak nem tudom, hogy miből. Az még tök jó lenne, mert oda most már mindenképpen elkezdem az állattartást egyébként a szomszéd földre. Ja, nem a hagyományos módszer választjuk semmibe. Nagyon-nagyon írtátok, sőt Ferike is írta, hogy várjál, miért nem veszem meg ezt a területet? Mert több földeg, itt. 67 ezer ér. Ugye ez direkt egy ilyen jó nagy plac, ahol itt lehetne mindent csinálni. Meg itt van a bunker silók, meg minden, de nem! Mert a keeper nem, mert máshogy akarom, mert mi máshogy. Nem úgy, ahogy mindenki. Én akarok építkezni akarok, szeretnék építkezni. Kicsit ilyen, legyen egy kis stratégia is ebbe az egészbe. Itt a következő föld az lesz nekem a tik, vagy a szarvas marha telep, de ilyen ezért képzeljek el ilyen 1000 marhákat, úgyhogy nagyon jó lesz, nagyon imádom, már nagyon várom. Itt a középső itt részeket elfoglaltuk, ezt a kettőt meg szépen összeszántja a keeper, aztán mehet rajta meló bőven. Ezen nagyon annyi szója szerintem, hogy bele fogunk fulladni, meg egy kis anyagilag is összekapjuk magunkat talán. Ja, annyira nem olyan nagy a föld, mint amire előre gondoltam, hát körülbelül lejött belőle, nem tudom mennyi. Mennyi búza jött le erről, gyerekek? Hát nem is olyan marha sok, mi? Nya, nyépo-nyémáj. Ez a föld, ami mellettünk van, közben haladok ám. Gabonamalomnál vidéztek olyan nagyon-nagyon. Fogadjunk, most vették szik a búzat, amikor a keeper le van. Napraforgó, igen, hát azt is lehetne, meg mindent is lehetne. Ami szalmánk van töménytelen mennyiség, az biztos nem van vég a segge alatt. Nem, pont fölfele megy, az jó. Ez jó, gyerekek, ez jó. Oké, jó, szalma jó.
A szalma hajek. És gyerekek, amire itt kiér, ez miért? Miért ízlem egy ők amúgy? Le van robbanba, vagy mi? Lehet, hogy szar állapotban van. Majd ezeket meg kéne javítgatni egyébként. Ja, mert azért, mert izé, mert be van kapcsolva vágóasztal. Á, úgy mentem végig, hogy vágóasztallal. Mondt egy kicsit gyorsan. Igen, a TS telepet is írtátok, miért nem veszem meg? Hát mert ugye azt meg kell nyerni, vagy 1 millió euróba kerül. Az amúgy elég kaotikus nekem a TS telep, sokkal inkább. Meg nézzetek építkezni, én el vagyok ezzel a dologgal. Várjál, itt megindítom, itt biztos, hogy végig fog menni ezen a sávon. A másikon meg majd én vissza végighúzom. Talán végig megy. Ja, a kettő sávot kell lehúzni mindenképp a hát össze lesz szánva, az jó lesz. Várjál, akkor hozzunk izét. Hozzunk ki egy nagy gépet, és lehet a rábát. Egy ekével. Aztán szántsuk össze ezt a kettőt. Aztán megrakjuk ezt szójába, apám. Nem hiszem el, hogy nem fog ez nagy üzlet lenni. Jó. Eke, beke! Vagy de csúnyú néz ki. Csufu néz ki. Oké. Tiszta jó lesz ez, gyerekek. Én már érzem, hogy itt hatalmas üzleteket fogunk csinálni. Az mit csinálnak azok a bombájra? What? Nem tudom elképzelni, mit csinál, de muszáj megnézem, mert itt... Nem mondod, hogy visszafordult. Nem mondod! Nem mondod, komolyan mondom. És még meg is áll. Há? Ez ennyit lehet rábízni. Te hallod? És miért állt meg, amikor ott előtte van még a izé, a búza? Ez inkább visszafordult. Hát mondom, hogy csak végig megy, hát de miért áll meg a búzába? Istenem, gyerekek, komolyan mondom, hallod? Ilyen, mint a fogak, bazza, mint a... Bögyös Marinak a fogai, bazza. És akkor érted, neked kell vissza, még vissza is kell menned, nem elég, hogy... Mindenképp azt kell, gyerekek, hogy legközelebb lehúzni két sort, azt utána felküldeni őket, mert ez megint ez lesz, itt megvadulok. Igen, szalmát össze kéne szedni, közben műtrágyázás menjen, és közben össze kellene szántani a dolgokat. Ami az is nagyon fontos, hogy akkor utána egybe tudjam munkálni ezeket. A busz megálló se tetszett nekem, látom, itt már idején van. Fényforgás. Ja. Hát az állattartás az egy nem lesz. Ott valahogy egy kicsit így át kell lényegülnünk egyébként. Mármint a marháknak a tartásával. Az nem lesz egy egyszerű. Ott azért fel kell kötni a gatyát, mert ugye ott tényleg sok mindent kell nekik megadni, de hát mindenképpen szeretném. A következő projekt az, hogy ezt a földet meg kellene mellettünk venni. Egyébként én úgy gondolom, hogy ez ma meg lesz, tehát ugye nem is ugye még van ma ez a rész meg a következő, úgy terveztük. Én úgy gondolom, hogy az biztos meg fog történni. Na jó, van gyerekek, akkor ezt el kellene vele vágtatnom. Szerintem be is vágtatok a telepre. Most egyelőre nem kell nekünk, gyerekem. Vetőket kellene kihozni, azt megindítani sorba. 3 darab vetőt. Jaj, annyi mindent kéne csinálni, hogy az őrület, hallod? És akkor valaki szokta írni, hogy nem ahogy gépi munkást használj, hát mit csinálnék akkor sok esetben. Úristen, ekkora területeket arassak egyedül? Jézus Isten! Valaki nagyon nagyon durva dolgokat vár el tőle. De viszont baromira fejlődünk, tényleg most már így föld szempontjából állattartás tök jól megy. Bármint így úgy érzem, hogy de egyébként mik ezek a szalma csomók itt, hallod? Mi ez? Ez a gépek, vagy a kombányai, mert így le vannak szerelve, hogy potyog belőlük valami, vagy mi történik? Jó, akkor ezzel már nincs dolgunk, ez mehet haza. Öcsém, amire hazaérek, hallod? De ezt mondtam, hogy írtátok, hogy miért nem megyek el, azt a kicsi földet vetem, aratom meg minden. Hát öcsém, amire én odaérek ezekkel. Hát arra lemegy oda, tesó. Na most komolyan, nem? Hát most képzeld el, hogy oda kellene mennem minden kultivátorral, mindenre. Halljátok, bazzek? Ez nagyon beteg. Mekkora terület ez? A hülye gyerek.
És az összeszántamat az 3 napig izé aratok én itt. Á, nem. Tényleg. Egyébként lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy több új gépet fogok venni. Nagy gépet, ugye azoknak ilyen elég nagy 10-akárhány méteres vágóasztalok, 10-akárhány méteres vetők. Meg is nézem a vetőket, mert ugye vetőkről mi beszéltünk ám itt. Nagyon jó lenne olyan vető, amelyik bele egyből a földbe. 12 méteres. De az nem olyan. Ez a 104 ezer gyerek. Ez külön, mert ez tudnám élni. Ez egyáltalán nincs, nem csites, mármint tényleg kultivál. És akkor ugye tárcsákat is el lehet adni, vetőket is el lehet adni. Tényleg a tárcsákat és a vetőket eladnám, akkor mennyi pénzünk lenne? Jelenleg lehet, hogy az lesz, hogy ilyen, veszünk 2 olyan nagy vetőt, aztán azért lehet egy, akkor megusszuk a ízét, a kultiválást. Nem is muszáj eladni őket, mert jó, disznek jó lesznek a telepen. Egy idő után mindenképp... Várj, ezt most muszáj kilevennem innen. De fölbagolt. Egy idő után mindenképp professzionális... Figyelj, innen néztem, azt belágít abba volt. Professzionális földművelésre van szükség. Oké, okay. Akkor mehet az MTZ, ugye? Na, indulj meg! Oké, okay, mehet, nagyon jó. Kellene a rába nekem, össze kéne szántani a területeket. Nem mondod, hogy ez pont nem állt, meg ez pont a hatósugarában volt az összes gépnek, ezt elketyegettik. Ma meg kellene javítgatnom őket, egyébként lehet, hogy gameplayek kívülvejét futok, azt megjavítom. Minden azt nézzétek, mert ezek nem egy olyan izgalmas dolgok. Ezt itt be kellene kapcsolnom, ugye elvileg van olyan, hogy területek létrehozásának engedélyezése. Jó. Viszont akkor okosba kellene csinálni a két területnek a összehúzását. Jó. Oké, srácok. Na, akkor összeszántjuk a kettőt. Így döntött a keeper. Én úgy érzem, hogy az jobb lesz. Hogyha egybe, ugye egy vetésforgóval tudok mindent csinálni. Maximum... Ja, figyeljetek, előbb-utóbb... Hát, most nagyon gondolkozok. Lehet, hogy az állattartás előtt azt csináljuk, hogy egy ilyen nagyon full... mekafúrra megcsináljuk a izeiket. A gépeket, vetőket, mindent. Mert akkor most megint elszórok 300 ezeret a szomszéd földre. Még elkezdek állatot tartani, aztán gépeim azok meg nem annyira farankók. Hát, hogy az kéne, hogy... Kellene. Vető kellene, meg esetlen kombájnok nagyok. Azt sokkal gyorsabban haladnék, tudod. Viszont itt okosból csak eddig fogom, mert ugye ott már az nem a miénk. A legvégéig úgy érzem, vagy lehet, hogy igen. De inkább legyen egy kicsit nagyobb távolság. Ja, oké, lassan. Eddig gondoltam el, így. Fú, srácok. Lehet, hogy azt csinálom, hogy egy géppark javít, vagy izé modernizálás lesz. Nekiállunk professzionálisabb dolgokkal vinkódni, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mondjuk a rába az jó lenne, meg a kirovec az valószínű megmarad. Ezek megmaradnak, mert ugye, hogyha elviszi a nagy vet, az újabb vetőt, akkor ezek a tipikus az, hogy ezek a gépek, ugye nagyon sokszor a valóságban is azt látni, hogy konkrétan az új eszközöket elhuzingálják szépen. De a gépek azok ugyanazok meg mindig. Ja. Hát 100 000-be kerül, gyerekek. De ugye mindjárt szükség van rá, úgyhogy lehet, hogy be fogunk fektetni egy olyan új vetőre. Minimum egyre. Lehet, hogy nem kezdek egy újítani a következő földre még, hanem akkor új vetőket. És akkor megúsztuk a kultiválást. Az viszont nekem annyira jó lenne, hogyha megúsztam. És akkor mégsem azt mondjátok, hogy egy csitel a keeper azzal, hogy olyan vetővel. Mert ugye tudnánk ezekkel a 2 GD, vagy 3 GD-vel, ami sor van, azzal is így Vincore 4, de... Na, oké. Okay. Szerintem tökéletes, pont jó vagyunk. Mehet is be, ezt kikapcsolom a területek létrehozását, mert bele fogunk itten
zuhanni, meg kell töltenem a műtrágyázót, és akkor megnézzük a tojásokat, gyerekek, jó? És lehet, hogy akkor veszünk új vetőgépet. Kettő olyan vetőgépet vennék, és akkor az összes GD, az összes kultivátor, minden mehetne, ugrana a francba. Az úgy szerintem tök frankó lenne. Akkor ez a sorgép, ami itt van, ez a 6, ez mehetne, érted? Ami azért nem utolsó szempont lenne. Ja, lehet, hogy megnézzük a tojásokat közben, és akkor kettő vető. És utána meg később kettő, de kombájnok ugye azok drágábbak, úgyhogy az lehet, hogy inkább majd kicsit később. És akkor lesz egy kis modernizálás. Na, igen. Akkor meg kéne nézni a tojásokat, de először meg kéne töltenem. Hol megy most az izé, műtrágyázó? Hol vagy? Milyen hosszú ez a főd, mint a vonatfügy. Ja, meg ott van a... Ja, meg a tyúkoknak kéne itt adni. Kaját kiosztani. Jó, elvegyük a tyúkokhoz. Mindegy, megtöltjük a műtrágyázót, azt elvegyük a tyúkokhoz. Megtöltjük a maradék... ólat. Kajával. Úristen, ez is fullon van. Te Jézus Isten. Halljátok, annyi szemünk van már. Ennyit bazen, nem is tudom, meg is őrültek volna, ennyi lett volna. Ja, és izét fogunk vetni, mindenképpen. Mondjuk a másik ifába áll, vagy lehet, hogy ezt ide beleugrok, ezt így megtöltöm. Haver! Álljál meg, jó, köszönöm, nagyon jó vagy. Na, töltsed? Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó, gyerekem, nagyon jó. Ja, elrendezem a tikokat, jó? Meg kell nézni, hol indítom újra. Mert akkor csak gyakorlatilag izolni kellene, műtrágyázni, meg egyből tudnám csinálni. Műtrágyáznom kellene, meg egyből ugye vetnék, és akkor aratnék. Akkor gyakorlatilag kiesne a kultiválás művelet, ami rettenetesen sok időbe telik. Oké, na akkor menjünk a tyúkokhoz, ki kellene osztanom ott a dolgokat. Itt van még a kamaz is, de ez üres, jó, semmi gond. Az legyen, semmi baj nincsen. És akkor még ugye a hátsó ólakba kellene nekem, hogy nem, az a most, ha nekünk vesszük a jobb hátsóba, már vittünk, akkor viszünk a bal hátsóba, és akkor utána mehetünk tovább. Mert ez annyira, ennyire király ez a gép, ezt annyira imádom. És ugye itt meg pont annak megyek neki, ezek tök jól el vannak rendezve. Szóval már öntetem is. És akkor 10.000 körül lesz darabjába benn. 9.000, a gumban már 15.000. Jó, még kettőbe kell, ugye ebbe, meg abba. Mikor fog ez ma? Várj, annyit nézek, hogy... Jó, lehet, hogy eladom a tojásokat, hogy a vetőgépet meg tudjam venni. Ja, itt nem jó tolatgatni, mert ezeken fönnakadsz ezeken a szarakon. Akkor még kettő adagot ki kell vinnem. És akkor megvan, körülbelül 10.000-en van az összes, ami azért annyira nem rossz dolog lesz. Itt ugye azért nincsen fölemelve ez a talaj, hogy az emberek azok normálisan tudjanak közlekedni, bár ugye játék technikai szempontból egyáltalán nem számít, de nem akarjuk szétcseszni a mapot. Egyébként ezt a gépet olyan lassan tölti meg olyan lassan ürit, ez az egy dolog, ami kicsit olyan zavaró nekem. Ó, te fiú, már mikor töltötsz meg, na. Ennyi búza, belegondoltok, 30 ezer liter, simán ki van osztva, vagy nem, ja, nem, 7x6, 42 ezer liter búza, az minimum érne 50 ezeret. Hi, durva. Végén még kiderül, hogy nem is éri meg ez az egész. Vigyük a távolabbiba, ide. Na, be fogunk szorulni az idő alá? Oda? Nem, jó. Az állatoknak a kaja.
Meghozta a képről is, az nagyon faja. Ja, elég szűk a hely. Azt írtátok többen, meg Ferike is megjegyezte, de hát valamit valamiért. Egyébként annyira jól fordul ez a gép. És nem sikerült, annyira nagyon ügyes akartam lenni most, de nem jött össze. Na még egy adagot ki kell hoznom. Ugye, Mari, gyere üljél bele! Platói szerelem lesz! Nem platói, hanem platói. Lol. Jó. Még egyet kiviszünk. Azt megvagyunk, és akkor is el is adhatnánk a dolgot. A... Na, meg végzett a izével? Nem tézik, már ilyen gyorsan. Végzett. Annyit csinálok neki. Lehúzom itt még ezt, és akkor gyakorlatilag ez megvan. És akkor utána, ilyen, hát a vetőt kellene venni, és akkor ott már a azt már elkezdhetni a kettő vető. Igaz, hogy akkor nem is kellett volna azt kultiválnom, de mindegy. Nem, semmi gond nincsen vele. Ki kellene rakni, nem, remélem ki tudom rakni a vetőkből a magot, mert ugye a G-League-be van, ha nem tudom kirakni, akkor azokat felhasználom, még azt a területet levettetem vele. Azt mondja, mindjárt ki fog derülni, srácok. Jó, az MTZ az már nem is köl. Úgyhogy az mehet vissza. Ez erre. Ó, Istenem, annyira ilyen, beülök ebbe az MTZ-be, belsőnézőbe, és így megeregornak az emlékek. Tudjátok, mi ugrott be most? Hogy a lámpa, ott a baloldali lámpa, hogy a fater minden reggel volt egy ilyen menetlevél. És amikor ültünk be, amikor óvodába, ugye szünet volt, vagy iskolába, de már óvodába is, akkor mindig a faterral kellett lennem az MTZ-be, mert ugye nem tudtak hova helyezni, mert dolgozott agyám is, apám is. És most azt jutott eszembe róla nagyon, hogy ugye reggel 5 órakor már indultam, mit tudom én, 4 éves koromban is az MTZ-vel mentünk. És az, hogy emlékszem, hogy mindig így körmönte izét. Mindig a menetlevelet. Tök durva volt. És össze volt gyűrve, össze volt izé, hú, tök ilyen tipikus izé volt. Ilyen tipikus, ilyen jóolajos minden, de az a lényeg, hogy kellett tölteni. Hát persze soha nem, különben rendőrt régi világban a traktoros soha nem állította meg. Már ide kell lehoznia. De tényleg nem állította meg. Ilyen boost, meg ilyen traktort szerintem azt elállították meg. Jó, akkor meg vagyunk ezzel. Annyi kellene, gyerekek, érdekes helyre kerültem most idebe. Akkor most az állatok, azok nagyon jól érzik magukat. 9-10 ezer, minden egy, itt van, ja ezt mondjuk lehet most töltem, aha. Minden egyiben van 10 ezer liter, az jó. Meg még egyébként van búzám, azt el sem fogom adni, inkább legyen eltárolva. Most mehetünk a pótkocsiért, és akkor eladjuk a tojást, azt amelyiket ugye, amelyikben van. Figyeljetek, azt csináljuk, hogy igazából ne adjunk el minden tojást mindig, hanem amelyik raklapban 7200 van, nyélen van, szerintem azokat lenne érdemes eladni, nem? Jó gondolja a keeper? Mert ugye akkor nem kell több raklapot hordanom, mert most eladok ilyen, amiben 1000 liter van, most azért hozhatok új raklapot. Igazából az majd meg fog telleni, hát azért nem kegyére kell a pénz, érted, mert most már azért van tőkénk. Így. Szerintem ez tök hasznos dolog lesz, így megoldani. Ezzel nem vagyok kibékülve egyébként, ezzel a itt, hogy ez olyan szarul fordul ez a pótkocsi. Ez mögött, a gép mögött, úgyhogy nem tudsz normálisan megfordulni vele egy évben ezen a területen. Ez borzalmasan zavar. Nem tudom, hogy mit csinálok, lehet, hogy azt itt megpróbálok megfordulni vele egy évre. Mert ugye a gép az bőven megfordulna, hanem már megint ez lesz itt, hogy a portkocsit nem tudod. És ugye nem tudsz, de látod? Az a hülye kocsirod miatt, de mondjuk most egész jó volt. Inkább kiordnom ide a tojásokat, gyerekek. Mint hogy vinkódjak, jó? Na nézzük, ami 7200 literes. Ez 5600, ez 7200, várjál. Az a lényeg, hogy nehogy véletlenül összeöntögessek minden szart, ez is 7200. És akkor az 5600-as, ez meg mehet oda be, és akkor rakok még ide egyet.
Ez nagyon jó, nem? Jaj, na, ezt mondtam, bazze. Most a nulla literes raklapom eltűnt. Tök jó. Pedig összesen jöttek. Na, akkor két 7200-as. Akkor ezt figyelj, ezt addig kirakjuk ide. Ez ekkora király, nem? Hogy itt tologatod a raklapokat. Igaz, hogy nem BK-ba toljuk, de tök hasonló. Jó, nézzük itt meg. A 7200-asokat vigyük. Ott egy 7200-as. Ez tök jó, hogy csúsztatom. Ez igaz, hogy ez sem egy olyan életű, de azért így olyan van egy feelingje, nem? Jaj, de jó. És nem kell kapkodni ebbe a játékba. Sokszor egyébként tudom, hogy én is nekiállok, kapkodok, mint az őrült. De tök feelingje van, hogyha ilyen végzed ezeket a munkákat. Tehát ez egy játék, ez nem egy lóverseny. 0 liter, 7200. Oda. 1900 és nulla, jó, oké. Az a lényeg, mindenhol legyen raklap. Hogyha ugye nincs raklap, akkor se gond, mert ugye a tojások mennek oda a ládába. Na, oda nézzük. Viszont meg kell nézni, hogy a tojások mennyibe mennek, mert ez olyan szorba nem adjuk el ám. Jaj, 4200-ba fáj. Ami nem a legjobb. Mindjárt valamit okozunk. Az nulla, az 4000. Nem viszem azt, miért vigyem? Ez tök hülyeség volt, hogy minden apróságot elviszek. Ja, azt föl kéne tolni egy olyan 5000 körülre, ugye föl lehetne. Úgyhogy, lehet, hogy belepörgetik az időben, teljesen mindegy, mert ugye most pörgethetek. Úgyhogy akkor hadd szóljon. És akkor 4200. Hát, hogyha fölmegy még az gyerekek. Lehet, hogy addig megtelik még egy két raklap. Induljon meg fölfele! 5000 alul, figyeljetek, supermarket! 5300, 5500, 5400. Na, megvárjuk a felsőt, hogy meddig megy föl. Szerintem az is fölmegy egy 5000 körülre. Oké, várja. 5400 supermarket, gyerekek, ekkor innen a halászára, de 400 a több literje. És ugye van nekünk most itt 2, 4, 5 már kapásból, az 5, 5, 35, és közben megtellett még ez is, azért az nem rossz. Úgyhogy akkor kapásból még többet viszünk, úgyhogy szupermarkethez fogunk vinni, gyerekek, úgyhogy jó meg kéne rakni ezt a pótkocsit, nem? Az mi 0 liter, és az 7200, hogy rohadt jobb meg, ezért. Ma megint nem kezdte el rakni, várjál, ide tolom. Úristen, halljátok, itt lesz bőven tojás. Rakunk ide palettet. Jó. Na srácok, akkor ennyi volt. Meg kell nézni még itt. 3200-209 liter. Itt megnéztük. Ugye gyorsan átfutom minden együtt, mert már belekeveredtem. 6800-at mondjuk azt evihetném. Ó, ne! Jó, bazza. Mindegy, akkor majd dobozt rakod, azt beleszórjuk. Most na, meg elkezd öltözni egymásba. Supermarkethez kell mennünk sajnos. Jó, akkor itt megvan mind, akkor itt ezeket föl kell rakni, azt majd rakunk akkor még. Jó, srácok. Jó, akkor szépen el kell rendezni viszont. Mert akkor egy úttal kell revédni, nem akarom. Jó, mert a legtávolabbi részem van a térképen, úgyhogy ez egy szívás lesz. 7200, 7200, mindjárt kiszámoljuk ám. Jajaj. Itt ugye 35000 minimum, vagy 38000 egy raklappa. Szóval az azért nem olyan rossz. Ugye nekünk nagy pénzt szállunk megint. A csirkék különben rohadt jó. A csirkék rohadt jó. A csirke ez nagyon jó üzlet, ezt mindenkinek ajánlom, mert horribilis mennyiségű pénzt tudsz keresni. Viszonylag kevés munkával, hát jaj, azért, jaj, nem olyan kevés, mint amilyennek hiszi az ember. Ezt egyébként ilyenkor csinál az ember egy ilyen lekötést. Bocs, hogy egyébként ilyen sötétben dolgozunk, csak nem félek, hogy a tojás ára elkezd lefele menni a szupermarketbe. Ó, ma megint gazdagság lesz. Akkor meg fogom venni a két betűt szerintem. Talán annyi össze fog jönni. Aztán akkor nem kell tárcsázni, és el tudom adni a tárcsát, el tudom adni azokat a GD betőket. Nem kell vinkódnom azokkal. Sőt, egyébként három darab vető lenne az ideális. Én azt nem mondom nektek, azt élném. Mint az 300 valahány ezer.
euró lenne. De belegondoltok, hogy 300 ezeret elköltenénk egy rész alatt már? Azért az nem olyan rossz, oké, hogy 50 része megy, vagy 50 rész óta megy ez a sorozat, de azért annyira nem rossz ez ma. Gyerekek, nagyon szépen meg kell pakolni ezt, mert ugye itt ma. Na mi van, mi folyik itt? Tojás? Érdekes, hogy folyik a tojás. Tudom, hogy először egyébként hülyének néztetek. Ed is írta, hogy nem a tojás folyik hülye, hanem másik az eső. De egyébként, ja, én is elsőre még azt hittem, hogy az eső, de hogy egyikből a másikba burogassa át. Aztán egy ilyen végtelenített átfolyása lesz, és hogy egymás mellett vannak. Ugye, amelyik nincs tele, azt csinálja. Ezt próbál átfolyni a másikba, meg az a fa átfolyik, lehet, hogy átfolyik egyikből a másikba, utána megint egyikből a másikba. Úgy gyerekeket, ez igen, ez nem lesz kevés, meg ugye még a másik helyen is vannak. Egyébként lehet, hogy oda viszont meg kellene vinnem üres raklapot. Na, meg elkezdték. Figyelj, ezt inkább... Ja, nem tudom távol rakni egymást, mert mindenképpen... Mindenképp egyikből a másikból fog folyni. Hát ez el kell viselnünk. Jó. Valamelyikben nem volt, oda vigyünk üres raklapot, hogy mégse a földre pakolják. Ugye van itt üres raklap. Aztán megint kell majd ide hordanom. Egyébként 25 euróba kerül, szóval nem... Nem ver fölte minket az utolsóban, ebben nem volt. Ebben. Úgyhogy nem ver földhöz minket. Messengerem, mármint így a keeperes oldalra írt egy lány. Egyébként, hogy vegyek olyan raklapot, mert van olyan mod, amelyik ilyen újrahasznosítható, akkor nem kell annyit szenvednem. Egyébként az marha jó ötlet lenne. Na gyerekek, 2, 4, 6, 8. 8 raklap, az olyan majdnem 40 ezer lesz egy raklap. Jézus úristen, az 320 ezer kapásban, most én rosszul szám, 320 ezer. Meg még itt is, nehogy azt legyen bazza, hogy ez már tényleg egy kicsit már én kezdem rosszul érezni magam, hogy ekkora pénzeket keresünk itt. Megpróbálunk egy egyéves, nagyon nem akarok bemenni jobban, és még majdnem sikerült is. Oké, gyerekek, kioldom a raklapokat, ha úgy van. 7200, 0, 7200, 2000 az marad. Itt meg megint van két. Gyerekek, itt ilyen 400 ezer be fog ugrani a zsákba szerintem. Oké. 6400, hát ezt viszem. 70, 7200. Jó, és mindenhol maradt is raklap, ugye? Az jó. És itt még van 4, Jézus Isten. Itt ilyen 400 ezer szerintem euró be fog ugrani. Ezt nem hiszitek el, meg hogy belegondoltok, még pörgetném az időt, de hát ugye indokolatlanul gondolom, látjátok, hogy azért nem pörgetem. Tehát az nincs az, hogy itt azért pörgessem, mert ész nélkül, mert mit tudom én, a tojás, hanem tényleg mindig van valami értelme, mit tudom, ár miatt, vagy akármi miatt. Jó, ezt még felrakom, és akkor nekiindulunk a szupermarketnek, hát nem lesz rövid út, meg végig hallgathatjuk, hogy sustorognak a tojások. Jó, egyébként lehet, hogy a kamazzal kéne húznom. És azon gondolkodok, hogy ezt a gépet itt hagynám, és a kamazzal húznám. Ugye gyorsabbak lennénk, nem? Úgyhogy lehet, hogy az lesz. Na, srácok. Jöjjön a kamaz. Ebbe is dobhatunk. Nem lehet a tojást kiönteni így? Ömleszbe tárolni? Tudjátok, de búzát. Úristen. Egyébként, amikor, leginkább amikor üres ez a kamaz, akkor lesz ortolós. Hát ezt remélem, hogy föl lehet fogni. Na, öcsém, visszakotok. Szupermarketben világon nem lesz ennyi tojás, meg más se árulnak tojást árulnak csen. Na, csapjuk neki gyerekek. Hát ez már ilyen extrém messze van ám. És nyomtam egy M-et, hogy mind map, én hülye. Szupermarket, ott, hallod? Az a lényeg, hogy megyünk le ezen az úton végig. Azt utálom, egyébként nincs összeköttetés, hanem ilyen extrém szarul tudsz elmenni.
ezen az úton, és balra kell, ezen az úton a legelsőnél balra kell, utána megint balra, úgyhogy az úton megyek végig, nem szanasz éjjel, jó? Az elég gyorsan tudunk menni. Már remélem nem borul fel, most direkt veszek egy viszonylag éles kanyart. Jó, úgy látom nem borult fel. Az a lényeg, hogy ezen az úton, hogyha ráérek a Tiestelepes útra, akkor azon végig, egész addig, amíg balra nem tudok fordulni, utána megint balra, és odaérek a hát nem szupermarket, hanem ilyen kóküzlet egyébként. Nézzük meg az árakat gyorsan, mert nehogy az legyen, hogy nem elmegy. 5400, Jézus Isten, 5400, nagyon jó. 1000 literért, gyerekek, ez meg nem is tudom, 2, 4, 6, 8, 16, ugye, 16, 17, 18, 19, 20, gyerekek, 20, tehát akkor, úristen, az azt jelenti, hogy 72.000, 140.000 liter tojás, gyerekek, de úristen, mi van? Na ugye 10, Jézus Isten, én ezt nem tudom elhinni. Mennyi pénzt fogunk ezért kapni? Hát 7200, ugye? 10 raklap az 72.000, 20 raklap az 140.000, és 5000-ével megszorozva, hát az 5-te szorzod. Annyi nem lehet. Jó, valamit már megint elszámoltam. A nagy matek már megint odavert, mi? Mostan előzzünk valamit, mert itt tökörészés van. Egyébként az új 22-es farmingban, ami egyedül tetszik, az, hogy gyorsak az autók. Ami nem, ott tetszik, más is egyébként. Már annyira nem olyan szinten akarom azt lefikázni, meg nem fikázom, mert ne értsétek. Itt kell lemenni? Nem, ez valami telep hozzá. Milyen telep ez? Itt kell lemenni balra. Életemben nem jártam erre, esküszöm, de nem akarom, hallod? Komolyan mondom, ezen a részen nem is jár. Húú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 ú
tarozó. Valóban ezt meg kell néznem, bocs. Hát mi van itt fönn? Ez mi? Ja, ez a izé? De jó néz ki ez a dombon. Nem is nagyon szoktam erre járni, ugye mindig, mindig az ember arra orientálódik azon a részen, ott a bolt környékén, mondjuk érthető, mert a boltból, amire ide lekecsesz, arra lemegy a nap. De nem, ez valami más. Mi a szar, ahol vagyunk? Ez. Ott van ilyen is, ilyen tároló. Gyerekek, itt meg izé van, szőlészet, nem a... Ó, oh, mi volt ez? Kriptonit táblákot, hogy... Aki lerakja, az törjön el kezdet. Na nem van. De izé, szőlészet. De jó. Milyen frankó. Hát erre tényleg az ember nem nagyon jár. Egy újdonság ez. Persze, be azért komolyan mondom, gyere nekem. Egyébként ezek a táblák, ezek fétise volt a izének, a készítőnek, hogy ez ilyen, valamelyik ilyen áthatóhatatlan, valamelyik meg ilyen simán átballagsz rajt. Egyiknek van hitboxa, másiknak meg abszolút nincs. Csak ilyen grafikai elem. Úristen, micsoda halálkanyar volt ez, gyerekek. Jézus Isten, hát innen nem mindent is látsz, hogy csinál. Szóval ez a telep, ez nem kicsit bazza. Hát itt van minden is. Ilyen nagy szalmatárolók. Az mi az? Az milyen ól? Hallod, még a végén a Ferikének igaza lesz. Várjál már, ez mi? Mik ezek a nagy ólak itt? Ez nem disznóól. Csak így, mi ez? Csak így van egy épület? Mi ez az épület? Mi ez az épület? Nem lehet kinyitni. Ennek mi értelme ennek a nagy épületnek, hogy nem lehet vele semmit csinálni? És ezek mik? Ezek ilyen gépszínek? Ez oké, ez gépszín. Vagy amire használod, annyira mindegy.
De öcsém, ezek a nagy épületek, raktár, hallod, és nem tudod kinyitni. De itt csak vannak ilyen decoration. Ilyen állatneve, itt meg ugye a bunkersilók lenne. Ja, nem olyan rossz, de az épületeknek például nulla értelme van, ahogy látom. Vagy legalább én vagyok a béna, de nem, szerintem nulla értelme van. A raktár. Mondom, ezek nem nyitható ajtók. Jó, egyébként frankó meg minden, de hát jó. Igen, ez a sok épületet ugye nem tudod eltüntetni, és amiatt ugye ezek placok. De egyébként sok a füves terület, tehát ez ilyen tipikus ilyen állattartásra kigondolták. De a képer az nem az a fajta, aki ezt hagyja. Jó, kösz, hogy indexeltél. Na, veressük. Veressük, mint a veres egyházi. Ja, nekem ez megint én sokkal inkább szisztematikusabbra csinálnám meg, nem ilyen összebiztoság lenne az egész, értitek. Azért a keeper úgy akarja, hogy nem itt akar állatot tartani. Ugye micsoda, lehető, fökök angoli gyerekek. Azt a betyár, hát azért megint keresünk egy csomó pénzt, mi? Kacok. Na, ott vagyunk mindjárt, oda nézzek. Itt vannak ilyen extrém nagy földek egyébként. Ezek meg burulnak, remélem ezek a tojások. Tényleg nem történik velük semmi, de hallod. Folyik a tojás. Nyepa nyemáj, álljunk meg. Kobbót. Kocsmába benézzünk. Ide be kéne fordulnom el. És hol van itt az eladás? Zón. Hátul. Jó lenne, nem kéne lerakni, de valószínű, hogy lekra. Jó. Na akkor menjünk ma, 66 ezerünk, azt mindjárt meglássuk. Figyelj, itt van egy ilyen raklap. 40 ezer egy, úristen. 66 ezerünk volt, gyerekek. Jé. Ez miért van oda ez be van szorulva? Be van szorulva, bazza. Hát fogom, hát esküszöm, be van szorulva, hallod? A Ford kocsit is evelgeti. Ne! Na! Be van szorulva a raklap! Ne! Nem tudod... Várja, megfogom a fordkocsit, azt a... Földöntsem, vagy mit csinálj? Várja! Ne kéne fogni, vagy valamit kéne vele csinálni, mert ez nem lesz jó. Ugye lebillentem, vagy valamit csinálok vele. Ilyenkor mi történik? És ennyire rá van szorul. Hát nem hiszedek el. Be van ékelődve. Figyelj. Esküricsles lesz parincban meg semmi. Be van ékelődve. Kiből lehet csak ilyen szerencséje. Na! 66 ezerünk volt. Én azt sem merek nézni. 520. 530 ezerünk van. Jézus Úristen. Akkor tényleg annyi, amennyit számolt a keeper. Nem mertem elhinni, hallod? Jézus Úristen. Jézus. Jézus Úristen, hallod? Ez nem beteg egy kicsit? Meg közben ez az ifa itt, vagy ez a kamazic piszentett egyet. Terveli a levegőt aztán. De hallod, ez azért nagyon beteg. 529 ezer. Aztán én meg itt azon gondolkoztam, hogy mit fogunk venni. Jaj. 520. Hát azért megéri a csirke, mi? Ilyenkor, amikor dolgozol vele, akkor mindig az, ha a francba nem éri meg. Akkor 470 ezeret, körülbelül 460 vagy 470 ezeret termeltünk, gyerekek.
Azért az úgy jó, nem? Azért az úgy jó. Hát akkor figyeljetek, akkor mégiscsak reformáljuk, akkor keményen kész. Akkor három darab izé az beugrik. Halljátok, még a földet is meg tudnám menni, a szomszéd földet. De édes Isten. Sőt, hát meg fogom tudni venni, hát a következő részben meg tudom venni már a következő földet. Jézus Isten. És ez bocs, hogy ezt mondogatom, de Jézus Isten. Jó, visszamegyünk. Egyébként erre nem lehet valamerre elmenni? Elvileg valahol. Lehet, úgyhogy... Elmész a izé, 37, itt lemész a 37-es földre, és annak a szélébe is akkor fölmész. És akkor ide kerülsz. Lehet, hogy ezt meg kitapasztalom. Egyébként lehet, hogy majd utakat is fogunk építeni. Hogyha mi nekünk tetszik valami utacska. Gyerekek, azért ez nem a gyenge verzió, ugye? Ez nagyon nem az a gyenge verzió. És akkor itt ennek a földnek a szélébe el lehetne menni. Azt hittem, ott húgyozik valaki, áll valaki messze lenni. Na és akkor itt valahol felkaphatsz. Akkor erre? A lóf? Lóf azt. Ah, yeah. Rámész a földes útra, itt van egy földes út, és akkor jó. Akkor már sinem vagyunk gyerekek, úgyhogy lehet, hogy erre fogunk menni ezután. De ez nagyon durván jó. Hát ez nem lesz így, nem lesz egy utolsó szempont, hogy ennyi pénzt tudunk ezzel termelni. Egyébként a csirke az nagyon-nagyon megéri. Nem tudom, hogy marha meg fogja érni ennyire már, mint hogy annyi vesződtsége, azt írjátok meg gyerekek, hogy mennyire fogja az behozni az árát. Mármint a ráfordított munkamennyiség vissza fogja hozni azt a pénzt, amit ráfordít, ez mármint az nagyon jó pénz lesz? Lesz annyira jó pénz, mint ez amit itt művelünk? Ez a csirkezés, ez epik jó. Az igen, ez ilyen izé volt, ilyen Dakar. Mint a Dakarifa. Csak ez most Dakar kamasz. Egyébként azt nem vágom, hogy miért ilyen nagy kerülővel csinálták meg, hogy nem lehet lemenni a faluba itt egyenesen, hanem megkerülöd a térképet. De hát jó van. Majd a Keeper megveszi az összes földet, a Stranát húz. Mindenen keresztül. Egyébként amikor legelőször játszottam az alsó villak FS15-tel, akkor ezt a földet műveltem, megemlékszem, és nem tudtam, hogy kell szántani, és ti mutattátok ezen a földön. Tök emlékszek rá. Gyerekek, hát akkor valószínűleg várjátok addig, kicsit lejönne reggelebb, mert rettenetesen utálom. Akkor meg kéne vennünk a vetőket, nem gyerekek? Most egyelőre ezt nem viszem ezt a pótot, mert mindenképp a raklapokat meg gameplayen kívül viszünk. Nézzük meg a tojások, vagy a búza, hogy áll a tikoknak. Úgyis kell nekik vinni majd a kamazzal. Nézzük meg, hogy áll a kaja nekik. 8000, 7000, 14, ez a 8, bőven jó. Ez nem rossz. Egy szója vetős forgó nyugodtan beugorhatna. Én arra gondoltam. Akkor figyeljetek, viszont kellene egy-két dolgot csinálnunk. Többek között meg kell néznünk a garázsunkat, és vissza kellene ugratnunk az összes eszközünket, meg mondjuk az MTZ-t a bolthoz. Jó. Az összes eszközünket, meg az MTZ-t. Na, okosan csináljuk már akkor. Mármint azokat az eszközöket, amiket nem fogunk használni. Csak azt nem itt tudom visszaugratni, hanem csak mapon. Jaj, Istenem! Na, figyeljetek! Akkor, ez nem lesz egyszerű. Visszaállítás, oké. Visszaállítás, oké. Visszaállítás, oké. Ezeket ugye adjuk el? A viccahé. Akkor nem kell már kultivátor. Visszaállítás, oké. Mi maradt itt? Még itt maradt egy kultivátor. Visszaállítás. Oké, és akkor még az MTZ-t kellene visszaállítanom már, csak azért. Miért? Akkor valamivel ott rendezgetni kell őket. Ugye a legjobb áron akarom eladni természetesen. Na, srácok. Ugye ahhoz, hogy legjobb áron add el,
Az oda kellene húzingálni ezeket. Ja, itt ki kellene rakni akkor a vetőből. Hát ki tudjuk a dolgokat, nem tudom, hogy egyáltalán maradt-e benne, vagy van-e benne. Hogy visszaállítjuk, akkor nem tűnik el belőle? Csak nem. Bazeg, ha visszaállítom, akkor eltűnik belőle? Nem mondod. Akkor rácsesztünk, hát jó, nem baj. Gyerekek, annyi pénzünk van, mint a sárga. Fél millió euróm van, hallod? Azért az nagyon durva, meg egyébként rengeteg pénzt már elköltöttünk. Szóval, már mint ilyen, szerintem ilyen milliót biztos, hogy elvertünk, úgyhogy már nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz van, ami elment. Hát ja, jó van gyerekek, azt hiszem a vetőkből akkor eltűnt a cucc, hogyha visszaállítottuk. Hát de micsoda, de érdekes dolog. Jó, de mondjuk aztán biztos vissza nem húzkodtam lőne őket. Egyesével ad darab eszközt, hát hogy lemegy a nap. Na gyerekek, akkor. Eladás. 10 napig használtak. Sanyika nyugival! Sanyika aludni akar, akkor mindig itt csinálja a Ricsit. Megyünk a következőért, és akkor mindig az előzőt meg eladjuk. Hát tudom, hogy nem nagy pénz, de most 5000 ért. 5000. 5000 pénz. Hát ez... Keepernek az köll az 5000 pénz. 3 darab ilyen nagy vetőt veszek, az Isten áldjon. És akkor vető probléma megoldva egy darabig. 9 méteres 3 vető, halljátok? De szerintem az kajak jó lesz. De azért megnézzük a többit. Természetesen majd ugye meglátjuk. Először írtátok, hogy javítsam meg, aztán akkor több pénzt kapok. Tehát pont annyival kapok több pénzt, mint amennyire megjavít. Úgyhogy ez nem a legideálisabb. Jó, a jövő szombatig ugye 150 ezeret ki kell majd csenget, nem vagy 150 ezeret jövő szombaton. Addig szerintem egyébként millióink lesznek. Egyébként látjátok, ez a durva, hogy ugye minél többet befektetsz a gazdaságodba, annál több pénzt tudsz termelni. Sanyika, te mit csinálsz? Annál pénzt, több pénzt tudsz termelni. Ha ugye nem fektetek be, akkor például csirkékben nem fektetek be ennyi horribilis összeget, akkor nem lenne ez, hogy most így ho-ho, jön a nagy lóvé. Ilyen 5000-re adjuk a darabját, akkor is 6x5, 30 000. Úgyhogy ezt muszáj. De egyébként tök jó. Most már örülök neki, átleptük. Gyerekek, átleptük az 500 000-es határt. Át fogjuk érni majd a 5 milliós határt, az 50 milliós határt. És ugye akkor már tényleg olyan szuper professzionális. Mi, gyerekek, még nem is tudom, nem 10 rész, 5 rész előtt is még nem gondoltuk volna, hogy 5 rész múlva 300, mit tudom én, 20 000-ért fogunk venni vetőt. Na, annyiért fogunk venni mindjárt vetőt, 320 000 pénzért. Ugye 3 darab ilyen hiper, szuper csodát. 9 métereset. Nagyobb nem is kell, nem tudom mennyi a mennyi energy kell nekik, egyébként jól túl kell méretezni a gépeket ugye itt a reamod miatt, úgyhogy mindjárt meg is kell néznem, meg még átnézzük azért a dolgokat. Gyerekek, 550 ezer pénzünk van. 550 ezer, azért az úgy adja, nem? Azért az úgy adja. Jó, hát azért 3000-et kapunk darabjáért, nem baj gyerekek, nem baj. Gibber megtanulta, látjátok, és itt tanulsz meg spórolni, amikor az elején azért van szenvedés. Oh yeah, oh yeah. Ja, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a marhákat mennyire fogják jól megérni. Na! Akkor, eladott jármű, az 4055-öt ért. Oké. Okay. És akkor megnézzük ezeket a vetőket. Jó gyerekek, mennyire van? Szuper, jó kis, az mennyi pénzt termelünk már. Na, ugye nézzük végig őket. A modolt vetők között, ugye amíg van széles, az ő van, csak ő ugye nem tud egyből kultiválni elvileg. Ja, várj, nem az, na hülye vagyok, ez. Az IHA. Tud, és nekem most fontos lenne, hogy tudja kultiválni. Nézzük meg ezeket, ugye. Ő tud kultiválni, de csak 3 méteres. Na ugye, így látod meg, hogy tud kultiválni, mert gyakorlatilag van kultivátor előtte. És ugye például annak a GD-nek nem volt, és ez előtte hülyeség benne. Ez közvetlenül 3 méteres, nem? 3,6 méteres, megnézzük őket. Ez 6 méteres, és ugye ezt a 9-es néztük, tök jó. De
Nézzük, hogy milyen. Itt van egy egyébként 215 ezerért, 14 méteres. Ha belegondolsz, ugye ez meg 18, viszont ez nem rossz. Ennek nem kell külön tartály. Mondjuk ennek 420 lóerős traktor kell, ennek meg 270. A 270 lóerő az lehet, hogy egy kicsit necces lesz, gyerekek. Jó, azért ez nem lenne gyenge, mi a csem? Jó, új bazza. Míg vannak még itt? 15 méter. 270. De ez baró drága. Km, 18 méteres, 450, jó, ezekben még ne gondolkozzunk, 650 lóerő, meg ilyenek, gyerekek, ezeket most nagyon felejtsük el még, nem? Hát nagyon imádkozzunk, hogy azt is se tudjuk rángatni, a 104, és lehet, hogy azt el is viszünk egyet, és megpróbáljuk. Nem kell talajlazítást végezni, ez egy hatalmasan jó dolog, 104 ezerbe kerül, 18 km per órával lehet húzni, 270 lóerős motor. Viszont akkor lehet, hogy a gépeket kell reformálni. 5000 izé, 9 méter széles. Gyerekek, előbb-utóbb át kell állnunk, át kell állítanunk az agyunkat arra, hogy igen, hogy ennyi, ilyen eszközökkel fogunk dolgozni. Na jó, és akkor ezt meg is kellene tölteni. Gyerekek, ebben az 1000 literben meg se látszik nagyon. Hát azért nem olyan hatalmas. De viszont ezt talán normálisan tölt is, nem kell vele szopni mind a másikkal. Egyébként nem olyan nagyok ezek, azt nézem, hogy... A tároló kapacitása nem olyan nagy. Ehhez nem tudom, nem lehet venni ilyen plusz tartályt. Ugye valamelyik vetőkhöz lehet, amit így plusz fel, utána azt is, és akkor még több fér belé. Hát nehogy az legyen, hogy mindjárt gépet követnem. Egyébként még van 450 ezrem, gyerekek. 450 ezrem. Ami azért valahogy úgy boldogsággal tölt el. És ezt a műtrágyát? Miért nem akarod? Ezt a műtrágyát nagyon nem szeretné, de mindjárt a Keeper megoldja, mert nehogy már azt a vetyár, valahogy. Ezt, hogy fel akartam fölé emelni. Nem cseszel ki a Keeperre. Jó, ezt hozzá kéne vinni. Azt meg kéne próbálni egy géppel, amelyik meglátjuk, hogy úristen, mi történik? Furcsa, nem tényleg a kereke, úgy ki van balonosodva oldalra. És komolyan, nézd meg! Ne! Az MTZ kerék az egy oldalra ki van terüve. Mert ugye oké, hogy van kerekednek, de azt a betyár, gyerek, hallod, a felli belevág a gumiba, esküszöm, nézzek az alján látni. Jó! Hallod, ez az eszköz, ez az eszköz, ez egy kicsit nehéz. Ez az eszköz, ez egy kicsit nehéz. Ki van idejön, tigyorul a gumi, ott oldalt, hátsó kerék. Jaj. Jó, no problémo. Az már vető, nem? Gyerekek, én nagyon félek tőle, hogy nem fog, valami baj lesz itt. Meg kéne javítani, meg kéne, nem tudom, mivel próbálja meg, a kiróval. Igazából az a baj, hogy nem a kiróval kéne megpróbálni. Mindjárt megnézzük is. Jó. Jöcsém. Na, azért ezzel már lehet dolgozni, hallod? Jézus Mária. Na jó, várjál. Az M2-t azért nem indítjuk neki, kipróbáljuk, gyerekek, mert jó lenne, hogyha... És azért van barázdajelző, de jó, minden van, ez már azért tök jó. Ez valószínűleg nagyon jól fog működni. Nem tudom, mivel próbáljam ki. Meg kell nézni a gépeimet pillanat, hát nézzem meg, hogy mégis mennyi az annyi. Nem, ezt csak... Mi történt? Garázs. Garázs, garázs. Júj, az kidó... Újjúj! 150... 165 lóerő, 250 lóerő, 235 lóerő. Megpróbálom ezzel. És akkor tudom viszonyítani, hogy mennyire fog ez szarul menni, még 18-ra kéne vinnie.
meg valószínűleg a kirobó belevesszük a nagy motort. Közben amíg elindul, ugye ebben csak a 265 lóerő van. Hát lehet, hogy csak a kiró fog megmaradni, elmondom nektek, mert lehet, hogy a többi. Esetleg akkor a másik rába, amelyik ugye be tudjuk rakni a 320-as motort. Na nézzük. Konfigurálás. Jaj. Ez mi? Ez nem érdekel minket. A motort nézzük, ne szórakozzunk. Hol van egy default? Ó, volt a fiú. Itt azért vannak ideig, vannak lehetőségek. Nem kell lámpa. Úgy lehetne, izé, még nagyobb kerék, azt még lehet, hogy majd fogunk. Úristen, nagyon drága. Nagyon drága. A 250-es motor már ennyi. Jézus, 300 lóerős. 360 lóerő, 400 lóerőig föl lehet. A 400 lóerős motor, az 14 ezerbe kerül plusz. Jó, megveszem bele, és akkor ez nyíl lesz. Most meg nem lehet, oké. Hogyha nagyon nagy lesz a sleepy, akkor még annyit csinálunk. Esküszöm, megváltozott a hangja. Nagyon nagy lesz a sleepy, annyit csinálunk, hogy rárakjuk a dupla kereket. Úristen, de ez nagyon ugrik most. Na, ezt kipróbáljuk. Én nem ezt akartam kipróbálni, mert ez biztos elhúzza. Na, húzzon egyet, na nézzük. Megpróbáljuk idejével. Gépi munkásra. Ó! Csak nem búzát. Egyszer, szólj jobban. Azt a betyár, gyerekek. Nulla százalék slip. Húzza a maximum sebességem. Az azért jó. Jó, hát akkor figyelj. Ki kéne próbálnom a másikra. Bazzer, nagyon hosszú a videó, mi? Megköveztek érte, ne haragudjatok. Mind a háromnak kellene egyet, csak ki kéne próbálni a T150K-t, de a T150K az lehet, hogy cserés lesz az újfajta T150K-ra, mert ugye abban lehet nagyobb motort rakni, viszont ez nagyon gyönyörű, ez azért ott van, gyerekek, ez azért ott van, ez imádni való. Ez a vetőt, ezt nem bántam meg, a régi gép professzionális vetővel 9 méteressel húz mind az állat, megnézzük, hogy fog vele fordulni, szerintem ezek egyébként jobban is működnek ezek a nem modolt cuccok. Hova mész? Ja, várjál. Igen, ez előtt is ugye azt csinálta. Ezt csinálja. Itt a föld célén ezt ugyanígy megcsinálta ez előtt is. Jó, elindítom vissza, legalább akkor kicsit haladunk. Azt, nem, gyerekek, következő rész, jó? Következő részben lecseréljük a T150K-t. Az új típusú T150K-ra, mert valószínűleg nem fogja elvinni, de lehet, hogy rápróbálom. Nem, mindenképp lecseréljük, mert az egy eléggé rossz minőségű mod volt. Ez még meddig menjen vissza, gyerekek. Hát ezzel azért gyorsan fogunk vetni, srácok. Csak az a lényeg, hogy nehogy véletlenül is pörgessünk az időbe, mert ugye ez nagyon-nagyon nagy föld. De ez gyönyörűen működik. Ez! Viszont ez a kirónak egész más lett a hangja. Megkapta gondolom a V12-es 22.000 lóerőt. Vagy 22.000 lóerő, ugye vagy? 22.000 köpcentis V12-est megkapta, ugye? Nagy eséllyel. Hát ez így, ennek így tökéletesen. Hát ez nagyon jól néz. Nagyon jó. Na jó, van, elbúcsúzom, gyerekek, várlak benneteket a következő részben, felpörögtek az események. Sziasztok!